császárral születtem halva, úgy, úgy, mesélték el nekem is, édesanyám, ő altatásban volt, amikor én születtem, és amikor megszülettem, akkor utána ő hozzá engem nem vittek be, hanem magához tért a korterembe, és közölték vele, hogy a kislányának nincsenek lábai, és inkább mondjon le rólam, kezdjen egy új életet, adjon örökbe, mert valószínűleg ülni sem fogok tudni, lehet, hogy értelmileg is sérült vagyok, tehát, hogy kezdjen egy új életet nélkülem, és akkor a mamám kezdte el felvetni anyukámnak azt, a, a, azt, nem akarták megmondani neki, hogy, hogy figyelj, haza kell hoznunk ezt a kisbabát, hanem, hanem inkább utalgattak rá, hogy a végső döntés az mégiscsak az övé legyen, és akkor a mamám ilyen furmányosan kezdte, valahogy a kertben voltak talán kint, hogy de Erzsi meg kéne keresztelni azt a kislányt, nem? Tehát, hogy, hogyha már örökbe adjuk, legalább legyen megkeresztelve, és akkor ott indult el egy fajta kommunikáció, nekem ezt mesélték rólam, és akkor anyukám egyik reggel úgy kelt haza, hogy Tihamér, így hívják apukámat, összeszereled az ágyat, lesz, ami lesz, hazahozzuk. És én, én ezt nevezem az egyik sorsfordító pillanatnak az életemben, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy eljutottam volna az úszásig, lehet, hogy érmes is lettem volna paralimpián, de biztos, hogy nem lett volna ilyen biztonságos gyerekkorom, ma nem ülnék itt veletek, ha, ha ez nem történik meg.